A Bethlen Gábor alapkezelő ZRT március 10-én tette közzé a Szülőföldön Magyarul program 2014-2015-ös tanévre szóló felhívását a nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás, illetve a hallgatói támogatás igénylésére. A magyar kormány által a határon túli magyar nyelvű oktatásban résztvevők támogatására működtetett programban április 24-ig lehet benyújtani az igényléseket, így a mai napot is beleszámítva mindössze 9 nap áll rendelkezésükre a támogatásért folyamodó személyeknek arra, hogy kitöltsék és leadják az iratcsomót. A program romániai lebonyolítója továbbra is a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, amely az igénylések összegyűjtését, ellenőrzését, döntésre való felterjesztését végzi. 9 nappal a határidő előtt Burusiklódi Botond, a szövetség elnöke azt mondta, eddig mintegy 60 ezer boríték érkezett a pályázati irodához. A feldolgozás egy új rendszerrel és megfeszített tempóban zajlik annak érdekében, hogy minél hamarabb elkezdődhessenek a kifizetések. Mi nagy lendülettel kezdtünk hozzá a feldolgozáshoz, az előválogatók egyváltásban dolgoznak, az adatbevívők pedig kétváltásban, 2014-es váltásban, tehát óriási lendülettel kezdtünk hozzá a feldolgozáshoz, és egy új rendszerben kell most már feldolgozzuk az idéntől az adatokat. Ez egy egész Kárpát-medencére kiterjedő informatikai rendszer, és online adatfeldolgozás történik. Ezért is fontos az, hogy a határidőt az április 24-ét, még egyszer hangsúlyoznám, a szülők betartsák, és azután érkező küldeményeket nem tudjuk már figyelembe venni. Ugyan a kifizetésekben a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT az illetékes, Burus úgy véli, szeptemberben már elkezdődhetnek a kifizetések. Elmondása szerint az eddig beérkezett kérelmek csak némelyikénél vannak hiányosságok, ám előfordul, hogy egy-egy dokumentum kimarad. Erről értesítik az érintetteket, akiknek 2 hetük van arra, hogy pótolják a mulasztást. 2 hét áll a rendelkezés, hogy elküldjék a hiánypótlást, van kért okiratot, vagy annak a másolatát, vagy pedig iskolai igazolványról, vagy bizonyítványról van szó, akkor annak az eredeti változatát. Kérem, hogy a határidőket tartsák be. Eddig ilyen eseti helyzetekkel álltunk szembe, hogy kimaradtak különben kért iratoknak a másolatai, vagy pedig az iskolai igazolványok a pályázatok. Ebben az évben a nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás értéke 17.200 forintnak megfelelő lej, a hallgatói támogatási pedig továbbra is 2.800 forintnak megfelelő lej. Minden fontos információ, beleírtva az űrlap, a kitöltési útmutató és egyebek, megtalálható a képernyőn látható honlap címen.